A gyerekkönyvtárban már hagyományosan origamizni hívják a fiatal látogatókat. Most a könyvtári napok keretében a Brémai Muzsikusok című meséhez hajtogattak új bábokat a résztvevők. A foglalkozás a vezető Márti néni hobbiából indult, de praktikus célt is megfogalmazott. Ne csak olvassanak, meg csellengjenek itt bent a gyerekek, rajzolgassanak, hanem valamivel kössük le őket. És így jött a hajtogatás, mivel hogy én ezt tudom csinálni, és próbáltam megkedveltetni a gyerekekkel. És most, hogy a könyvhét van, így arra gondoltunk, hogy egy mesét elevenítsük meg, ne csak bábozzák el a gyerekek, hanem origamiban is hajtogassák meg. Nem kis feladat. Ha egyáltalán nem hajtogattak a gyerekek, akkor egy-egy könnyebb figuránál egy fél óra. Így ezeket a bábokat, mivel hogy mindegyik kisgyerek már szinte hajtogatott, ezeket nagyon egyszerűen meg lehetett hajtani. Próbáltam olyan mesét keresni, amiben egyszerűek a figurák, bár a Brémai Muzsikusoknál a szamár az bizony nekem is egy kicsit gondot okozott. Abban most egy volt, egy szamárral dolgoztunk, de mindegyik kisgyerek elkészíthette a kutyát, a macskát, a kakast és az embert magának. Nagyon kevés az állandó gyerek, talán egy-kettő. Velük tudnék többet, már nehezebbet hajtogatni, de mivel hogy sok az új, akkor mindig az elejéről kell kezdeni, az alapoktól, az alaphajtogatástól. A gyerekek közül van, aki szeret hajtogatni, van, aki kevésbé, de kipróbálták, mit tudnak. Kiderült, hogy nem is olyan egyszerű tevékenység, hiszen figyelemre, pontosságra van szükség, hogy sikerüljön egy-egy figura elkészítése. Én nagyon nem szoktam origamizni, mert én nem szeretem ezt a origamit. Mert azért néha voltam itt a Máta nénivel a könyvtárban, és mondta, hogy lesz, és akkor jöttem. Nem pontosan hajtom, már egyből nem lesz jó. Az összeset, kivéve a szamarat, mert az túl nehéz lett volna. Még Máta néni is küszködött vele. A kakas. Mert nem tudtam meghajtani, és segítséget kellett kérnem hozzá. A gyerekek között kevésbé népszerű az origami, pedig olyan tulajdonságokat fejleszt, amelyek elengedhetetlenek a tanuláshoz. Az új bábok elkészülte után el is játszották a mesét a résztvevők.